Sziasztok, én Marci vagyok, és mint látjátok, itt vagyok éppen Szajalom. Itt az emlékmű. Az emlékmű, ami az 1994-es baleset emlékét úgymond megőrizte. Pontosabban, nem tudom mennyire látjátok majd itt a távol, hogy Szajalom 1994. december 2-a 16 óra 46 perckor. Ha nem tudnátok, hogy mi történt, akkor most ebben a rövid vlogban ezt el fogom mesélni. Itt, ezen a területen, ahol most ez az emlékmű van, egykor egy lakóház állt. És az történt 94-ben, hogy hát nem tudom mennyire mentek közel a 43-as számú váltóhoz, de ennél közelebb azért nem nagyon mennék szerintem, mert nem akarok bármi ilyen, mert nem akarok bajba kerülni. De egyébként itt az első vágányt átjátok. Ez fontos most a történet szempontjából, illetve ott a második vágány. Szóval az történt 1994-ben, december 2-án, hogy 3 vatot vártak be ide Szajorra. Egy tervatot, egy személyvatot és egy gyorsvatot. A tervatot ide várták az első vágányra. Rendszerint megérkezett. A személyvat a másik vágányra futott be, és szabályos menesztés után ment tovább Pestnek. Csak hogy, amíg várták a gyorsvatot Nyíregyháza felé, nagyjából 6 perc. Nagyjából 6 perccel a vat megérkezése előtt elrendelték, hogy innen az első vágányból átrakják a tervatot a 6. vágányra. A tervat egy M43-as dízelmozdonyból és 2-3 tervagomból állt. A tartásvezető, a váltvezető és a mozdonyvezető sem láthatta azt, hogy a váltók már be voltak állítva a másik vágányra. Majd mikor megkezdték a tartást, ami már szabálytalan lépés volt, akkor gyökfelől felvágták a váltót és átállították ugye a tervagonnal a kitérőbe, tehát úgy, hogy az első vágány felé álljon a váltó, ne a másik vágány felé. A váltó maximum 40 km per órával lehetett menni, de mindjárt visszatérek erre. Tehát a mozdonyvezető sem tudta ezt, próbaállítást nem végeztek, nem nézték meg, hogy hogy állnak a váltók, és egy nyíregyházi gyors már nagyon közel járt. Most át fogok haladni itt egy tervát, azt megvárom. Felvételt, srácok, remélem ez nem gond. Egyébként aztán nem lehet volna időn felvenni, de áthaladt itt Szajal, amikor megérkeztem, az M62-125-es pályaszámú retrofestésű Szergely. Lényegtelen most ez. Szóval, ugye felvágták a váltót. Próbaállítást nem végeztek. És mikor megérkezett a nyíregyházi gyorsvonat, most megpróbálok a lehető legközelebb menni, biztonságos módon, a 43-as számú váltóhoz, amit gyakorlatilag mindjárt meglátunk. Itt kéne lenni, tehát ez az, tehát itt lesz mindjárt a 43-as számú váltó. És ugye maximum 40 km per órával lehetett menni a váltón. A megengedett sebesség a váltók 120 km per óra volt. És a lassabban jött a gyorsolat, 112 km per órával haladt rá ide, a 43-as számú váltóra. Megpecsételték a
az állomás és a vonatok sorsát azzal, hogy ugye nem ellenőrizték, mondjuk ez a 35-ös számú lett szerintem, de igazából ez az a váltó, ami a második és az első vágányt köti össze. És ez volt az, ami kitérő állásban volt. Majd ráhaladt ugye egy gyors vonat. Befutott ugye az állomásra. Egy V43-as sorozatú mozdony húzta a szerelvényt, és az első két vagon pedig ott volt mögött. Tehát a mozdony meg az első vagon tovább haladt, de a második vagonnál szétszakadt a szerelvény. Pillanat, ezt is megölik, amíg elmegy. Nagyjából így kellett volna átmenni a gyorsvonatnak 94-ben. Csak nem egy V6-3-ason, hanem egy V43-ason. És akkor ide futott be az első vágányra a vonat, úgy, hogy a mozdony meg az első vagon a vágányon maradt, de a másik vagonnál már szétszakadt a szerelvény. És nagyon durva pusztítást vitt véghez. Most azt képzétek el, hogy itt jövünk ugye az első két vágány mellett. Hogy itt az első vágányon futott végig nagyjából 110-zel a vonat. Visszamegyek mindjárt az emlékműhöz, mert fontos része ez a történetnek. Sajnálom, hogy képekkel nem szolgálhatok, de nekem nincs jó vágó programom ehhez. Úgyhogy most csak el szeretném mesélni, hogy mi történt, illetve miért vagyok itt Szajolon, mikor semmi keresnivalóm nem lenne alapjáraton ezen a településen. És akkor ugye itt jött végig a személyvonat, vagyis hát a gyorsvonat. Ugye itt jött végig. És mindent elsodort. Az utolsó két vagon a sineken maradt egyébként. Azt hiszem 6 vagy 7 vagont húzott a vonat. De volt vagon, ami így itt beszaladt, végig itt az állomásra, és itt az emlékmű helyén volt egy lakóház, azt telibe levitte, tehát azt nagyon durán vitte. Az állomási épületet is pusztította az a vonat, tehát rendesen tönkretették itt sajnos a dolgokat. Azóta szerintem ez az új állomás. Jelzőket döntött ki a vonat, és nagyon sok ember meghalt abban a balesetben. 27-en itt a helyszínen elhunytak. Voltak, akik ugye a peronon várakoztak. És 4-en a kórházban. Ugye, és akkor 31 embert követelt ez a baleset. Itt az emlékmű. Visszajöttünk ide, srácok. Nagyon nagy pusztítás volt. Itt volt egy lakóház. Itt az emlékmű helyén volt egy lakóház. Nagyon durván pusztította. Tehát aztán nem lett volna értelme új építeni, és akkor inkább lebontották az egészet. És ide felépítették ezt az emlékművet, ami úgy néz ki, mint egy letört, mint az égnek egy letört darabja. Rajta 31 letűnt csillaggal. A csillagok az áldozatokat jelképezik. Most már vissza így jövök ide az állomás épülethez. Azóta már kicsit biztonságosabbá tették itt szerintem a közlekedést. De szerintem, hogyha valakit ez a baleset, tehát hogyha valaki szereti ezt a balesetet megnézni neten, talán több videókat róla, amikben tényleg szolgálok korabeli képekkel, mert akkor itt tényleg a személyvagok nagyon egymás hegyén hátán voltak. Tehát volt, ami így itt körülbelül ezen a ponton, ahol most jövünk, itt ugrott le a sinekről. Gyeseves, Bekről viszi a tehervonatot. Nem haragudtak meg ezt a tervezetet, most nem videózom végig.
De megvárom, amíg elmegy, és utána felhozom nektek ezt a táblát, amit az emlékművöm. Aztán utána majd egy kicsit körülnézek itt a településen, hogy mik vannak egyébként. De van most egy eladt tehervonat. Szóval 1994. december 2-a 16 óra 46 perc. Öregedni ők nem fognak, mint azok, akik megmaradtak. Akkor sem sorvasztja, utókor nem hibáztatja, amikor a nap lenyugszik, vagy a hajnal megérkezik, emlékeink őrzik őket. Igen, ez volt ideírva. És egyébként az emlékünknek a másik oldalán vannak koszorúk, meg hát nevek. Gondolom az áldozatoknak a nevei. Nekem, megmondom őszintén, srácok, hozzám tartozó ebben a balesetben nem hunyt el. De nagyon sajnálom azokat, akiknek igen. A 31 csillag ugye, 31 áldozatot követelte. És hát tehát ez a 31 csillag, ez ugye 31 áldozatnak az MVK-t őrzi, nem követelte, a baleset követelte őket. A legidősebb 84 éves volt, a legfiatalabb alig volt 8 éves. Tehát még ebben gondoljatok bele. Tehát nagyon durva baleset volt ez. És ezért szerettem volna feljönni most ide Szajorra. És ezért szerettem volna inkább ide eljönni Szajorra, mert meg szerettem volna nézni ezt az emlékművet. És itt egykor állt egy lakóház. Amivel azt hiszem, akkor nem tartózkodtak, tehát voltak itt épületek, amikben nem tartózkodott senki, és akkor ott ugye nem haltak meg, de ez a baleset, ez tényleg nagyon súlyos volt. Ez Magyarország vasút történetének egyik legsúlyosabb vasúti balesete volt, ez a Szajoli. Úgyhogy srácok, inkább gondoltam most tényleg így elmesélem ebben a videóban azt, hogy mégis mi történt? Ha már ide képes voltam eljönni a nyugatiból Szajorra. Hát nem volt egy rövid maradt út ez. Mindegy. Úgyhogy... Akkor gondolom már átszavazták a váltókat, mert a 43-as számú váltó volt az, amit felvágtak. Az most a 35-ös lett. Ha minden igaz. Úgyhogy... Én meg szeretném köszönni srácok a figyelmet. Amennyiben tetszett ez a vlog videó, akkor tényleg ne felejtsétek el a lájkot. És most mondom még itt a videó végén nektek, hogy külön vlog csatornát nem hozok létre, szerintem. Szóval ezt a vlogot is megtaláljátok a... Tehát ez a vlog videó is ugye a Gameplay csatornára megy, ami igazából az egyetlen csatornám. És ezzel a képpel szeretnék búcsúzni tőletek a Szajor állomásról, az emlékmű elől. Sziasztok!